mellettem elférsz. Két mottoja van, ahogy beszéltük, Kassák Lajostól mind a kettő. Az első, nincs bennem semmi a múltból. A második, a múlt az, ami a jelenemet és jövőmet nagy részben meghatározza. Justika a harmadik hete volt Vincenten, kezdtek rá fölfigyelni a telepi férfiak. Egy bő hetet szolgált is, de mostóhelyre került. Néhány nap után kiderült, nem érdemes maradnia. Nem akart összevészni a gazdasszonyával, neki se jó, ha rossz híre terjed. A pellekedős cselédet nem fogadják meg, a nagyszájú lányoknak nehéz helyet kapni, hiába dolgosak. Délután begyújtott a üstházba, míg forrt a víz, kinézett a deszka kerítés részén. Az élő tiszáról hazajöttek a halászok. Tömött jékényszakra gyakran látszott, jó volt a fogás. Az állomáshoz kubikus brigád vonult, bársonyzakóban, bársonynadrágban, az egyrend ünneplőjükben ütemre léptek, mint a bakák. Énekeltek, ki a Tisza vizét issza. Ágyika éppen az előző este mesélte, hogy indulnak a Dunántúra, gyakran egy hónapra is elutaztak, Justik az arcukat nézte. Vajon melyikre hasonlít Márton? Ilyen az a kampó sor, mint az a szőke legényé. Talán összenőtt szemöldöke van, mint annak a cigányformának? Szomorúan nézett utánuk, pedig egyik legényt sem ismerte, de a férfiak remény miatt úgy általában megváltoztak a szemében. Sajnálta a mincenti lányokat, akik titokban most sírnak a vasalás fölött. A víz forrt, mosott már a héten, fürödni akart, az ól előtt a szenes kamra előterében senkit sem zavart, a hokellira állította az ománcos lavort, elefántcsont bőrét férfi még nem érintette. Félelemmel szorogva gondolt rá, hogy milyen lesz, ha majd egyszer. Talán éppen az a legény, az fogja végig simítani szorosra font haját, magához húzza majd, aki ma délután jön. Aki ahelyett, hogy szentesen ment volna a válaszért, ide tart. Csapodárva türelmetlen fajta gondolta Justika, próbált megvetéssel gondolni rá. A kubikusok hangja alig hallatszott, eltávolodott a brigád, a vásárhelyi gőzös kürtölt a határban, a temetőnél van, ott szokott kürtözni, a terepi átjárónál. Mi lesz, ha nem szép férfi, ha nem a kedvére való? Levette a trikóját, és a honajáról ügybölte a meleg vizet. Belenézett, mintha a tükrében látná magát. Remegett a keze. Nem attól félt, hogy csúnya lesz a legény, és nem is attól, hogy nem fog neki tetszeni. Mi lesz, ha ő nem érdekli a férfit? Hirtelen nagyon mérges lett a kerítőkre, ha ez a Márton nevű legény mégis a városi lányt választja, ő nem éli túl a szégyent. Megmosta az arcát. Még egyszer. Mintha le lehetne mosni a rossz sejtelmeket, a bajós előérzetet. Mire Márton megérkezett, Justika másra sem tudott gondolni, mint hogy menne inkább el. Ányika föltartotta az udvaron diskurát vele, Márton beszélt, mondat közben lépett be a házba, és Justika egészen addig dühös volt az Ányikájára, mit tartja föl a legényt, de akkor, ahogy Márton belépett, és mondat közben beléfagyott a szó, és nézte, bámulta, csodálta őt, mintha mozdulni sem lehetne mellőle, már hálás volt neki. Márton nézte, nedves volt a szeme, virágot hozott, de elfelejtette átadni, köszönni is elfelejtett, Ányika kacagása törte meg a csendet, Justika megmelegedett, minden rossz sejtelme elszállt, ennél álomszerűbb belépőt el sem képzelhetett. Ányika helyet kínálta, Márton leült, ahogy volt, kalapban, kezében csokor, még mindig nem mutatkozott be, Ábel bácsi, Ányika nagybátyja ekkor jött meg. Ránézett Mártonra, és tudta, itt minden eldőlt. Ettől jó kedve lett, és később többször elmondta Justikának, hogy az élet nagy dolga ilyen nevetséges, apró pillantásokkal dőlnek el, egy ilyen pillantás és két ember egymás mellé kerül, vagy egy félrenézés, és két idegen tovább bugdácsol a saját magányos útján. Ábel bácsi pálinkával kínálta Mártont, megihatott, ha átadod végre azt a csokrot, mondta. Márton elpirult, Justikához lépett, kölnéllata volt és füstszaga. Bemutatkozott, Justika még sohasem hallott ilyen különös, lávosan csengő nevet, azt a nevet, ami nem sokára az övé is lett. Azt jelenti görög, mondta Márton. Mi görög származások vagyunk. Görög származású paraszt legény, incsekedett Ábel bácsi, ki hallott már ilyet. Estig beszélgettek, Justika napokig próbálta fölidézni miről, de egy téma sem jutott eszébe. Ha lement a meredek homokos Tisza partra, hogy nézze a ladikus halászokat, vagy a Szegedre tartó gőzösöket, az uszályokat, ahogy Csongrádról viszik a körösül halászott uszadékfát, de igazából azért, hogy magányában gondolkozhasson Márton felől, mindig csak a melegség jutott eszébe, a beszélgetés melege. Elment a délután, Márton több pálinkát nem kért, és az első korty után is köhögött. Próbálta tartani magát, de nem sikerült. Ábel bácsi az oldalára ütött, ez csak előttem szégyen, mondta, az asszonyok örülnek. És nem is gondolta, mennyire igazat mond, Justika majdnem nevetett örömében,
Éppen ilyen szerény, nem italos fiatalemberre vágyott. Máskor olyan beszédes vagy, mondta Angyika. Justikára nézett, Justika gyomra összeugrott, majd kezdte a sav. Hogy mondhat ilyet, még a végén Márton azt gondolja róla, pletykás. Nem szólt semmit, de a szeme gyűlölt Angyikát, az asszony nevetett, ő bezzeg ivott még pálinkát, és Ábel bácsi is ivott. Justikát dühítette, hogy az Angyikája, a nagybátyja ilyen biztosak a dolgukban. Elvégre Márton semmit sem mondott. Itt ül, minden vonatot lekésett, ez igaz, de még egy szóval sem hozakodott elő. Mondaná már, hogy mi járatban. Justika térdében ugrált az ideg, ahogy később a fia térdében, és az ő fia térdében is ugrál majd mindig, ha idegesek. Kopogott rajta, Angyika ránézett, most először megrovóan, ne legyél türelmetlen, üzente a szeme, nem szólt semmit. És akkor Márton megkérdezte, hogy tudja-e az ángyom asszony, mi az ő jövetelének célja. Az meg úgy mosolygott, mintha valami nagy titokról volna szó. És azt felelte, hogy ő sejti, de neki nincs beleszólása. Ez csak Justikára tartozik. Márton Justikára nézett, most először a szemébe, menjenek el sétálni, kérte. Beszéljék meg a jövetel célját.